nagyon szeretem Medgyanszkinak a festészetét, egy picit tanítómesternek érzem. Ritka ez, hogy ilyet mondok, de eszembe jut mindig a Medgyanszkiról a Rembrandt öregkori önarckép sorozata, ami fantasztikus olyan szempontból, hogy a hétköznapi szépség hiányzik belőle. Ellenben annyira mélyen megrendítő tud lenni, és olyan sokat mond a világról. Igaz, hogy az egyik kedvencem az olyan, hogy azért egy kitekintése van a világ felé, ami egyben az ő, most Rembrandtról mondom, ami az ő világlátását jelenti, hogy a hátam mögött egy pénzes zacskóval egy jómódú ember áll. Nagyon a háttérben van, nagyon el van sötétítve, alig látszik, de az arc, az ő portréja mindent képes tükrözni a világról, az ő világlátását pontosan kifejezi. És azt hiszem, hogy ez egy Rembrandt esetében ugye nem másnak a portré, hanem önportré, de Medgyanszkinál, hogyha párhuzamot vonnék valamilyen határig, akkor azt mondanám, hogy megtanít empátiára. És ez a portréban fantasztikus, van erős, hogy olyan embereket, akiket nem biztos, hogy úgy látunk, hogy szívesen ülünk mellette a buszon, villamoson, hogy olyan embereket is magunk mellé állít. Valami olyan van a nézésekben, valami olyan van a fej, az arc kifejezésében, ami előhívja a humánumot. A humánumot abban az értelemben, hogy az emberhez rendkívül, embernek rendkívül fontos tulajdonsága és emberi tulajdonsága az, hogy empátiával tud nézni a nehezebb sorsúak felé, azok felé, akiknek az élet nem ünnepnapokból áll. Hogyha így nézem, erre fogalmaztam meg azt a mondatot, hogy egy picit tanítómester Medgyanszki, hogy megtanít arra, hogy ne ellenségnek, ne kellemetlenségnek fogjuk fel a nehezebb sorsú emberek létezését, hanem ma is időszerű, hogy álljunk azok mellé, akiknek nem adatott meg minden segítség az életben.